Hol sütött a nap, hol pedig beborult és szemerkelt az eső, mintha az időjárás is hozzászeretett volna járulni ahhoz, hogy a városi keresztutat lélekben még inkább átéljék a résztvevők is, és némi megpróbáltatásnak legyenek kitéve. A Bazilika Minortól indultak a hívek, majd a város több pontján megállva egészen a Mandulás hegyig vitték a keresztet. A nagybőjt időben kiemelt hangsúlyt kap Jézus Krisztus szenvedése, hiszen ezáltal szerezte meg számunkra bűneinknek bocsánatát és az örök életet. A nagybőjt idő péntekjein templomainkban a hívek közösségében végezzük a keresztúti áltatosságot. Ez csak nem egyidős Jézus keresztútjával, hiszen az első keresztutat követően a hívek elkezdték bejárni azt az utat, amelyet az Úr végigjárt és megszentelt. Ezen alkalmakkor fölidézzük ezeket a történéseket, amelyek úgy beleíródnak az emberek szívébe, és ugyanakkor mutatják számunkra, hogy minden ember életnek megvan a maga keresztútja és szenvedései, és hogy Krisztus szenvedéséből meríthetünk erőt ahhoz, hogy a saját életünk terheit el tudjuk hordozni, sőt másokén is képesek legyünk segíteni. A keresztút résztvevői egyben a város lakóiért is imádkoztak. Ennek van egy hitvallás üzenete is a külvilág számára, hogy fölvesszük Krisztus keresztjét és elindulunk. Szeretnénk, hogy az emberek felé közvetíteni, szinte láthatóvá tenni azt a szeretetet, amely nem korlátozódik egyes emberekre, hanem mindenki felé nyitott. A városi keresztút itt Sárospatakon is évek óta megérinti és meghívja a híveket. Ez egy úgymond közösségi élmény számunkra. Együtt indulunk el, visszük Krisztus keresztjét, végig haladunk egészen a Mandulás hegyig. Onnan hozták le testvéreink a keresztet, és most visszavisszük azt oda. És ezt a keresztutat, városi keresztút, tehát szeretnénk fölajánlani az itt élő emberek megszentelődéséért. A nagy hét és a húsvét jegyében szentmisékre várják a híveket a Bazilika Minorba.